Sziasztok, ma azon pályát fogjuk megnézni, a vírust. Igen, tudom, hogy nemrég Csabinyó is végigjátszott a Csabinyó. Meg volt a visszareklám, levonhatod a tartozásból. Mondjuk még nem fizetted ki a nyereményemet, szóval arra is várok. Persze, akik azt hiszik, hogy mekkora trollság ezek után leírni, azok le fogják írni a hozzászólásba. Úgyhogy azoknak előre is... Ez a kezdőszoba, ez az ugás az eső, úgy kaptam meg a pályát, hogy a legnagyobb vihar volt rajta. Végjátszáskor nem tudtam, hogy ennek van jelentősége, úgyhogy hagytam. Most már persze tudom, hogy nincs. Hát igen, jobb lett volna, hogyha kikapcsolja. Előttünk van három gomb, kezdjük a bevezetéssel. A pályakészítő, aka Rozon mondja nekünk, üdvözöllek a kalandpályámon. A történet a játék során folyamatosan fog kiderülni. Na ne mondd! Így ne csodálkozz, hogy nem érted meg az első percekben. Illetve a pályán vannak elrejtve titkos tárgyak, melyeket ha megtalálsz, a pálya végén bónusz tartalmakat nyithatsz meg. Sok sikert, a pályát készítette Rozon! Szabályok, ne rakd le és ne törj blokkot, békésen játsz beállítva, a spawn point automatikusan frissül a pálya során, így spawn pointolnod tilos. Kivéve csak ha nagyon nagy gond van. Minden parancs be van állítva, például keep inventory. A pálya 1.8-ban készült és abban is kell játszani, ha nem abban indítottad el, töröld a pályát, majd másolod be újra. Az új blokkok és a parancsok miatt szükséges. A pálya egyjátékos módra készült. Kalandmódban játsz, Game Mode 2 beállítva, barkácsolni tilos. A pályán lesznek barkácsoló gépek, melyek helyetted elkészítik a szükséges tárgyakat. A legfontosabb szabály a ... Ne keresd az értelmet a játék történetében. Már csak a játék indítása maradt, amire rá is van írva, hogy utoljára nyomjuk meg. Javaslat, csináljátok úgy, hogy először csak egy gomb van, ami lerakja a következőt, az pedig az azutánit, és így tovább. És akkor így tudni követni fogják a sorrendet. Átkerülünk egy másik kezdőszobába, nyugi, még nem örült meg Rozon. Itt is van három gomb, lássuk a történetet. Mr. Green beszél hozzánk, soha ne hidd el, amit a piros szöveg ír. Sajnos egy vírus megfertőzte a kalandpályámat, kérlek állítsd meg a vírust a világ érdekében. Tehát a kalandpálya arról szól, hogy egy kalandpályán vagyunk. Mellette szabályok, minden be van állítva, így csak egy szabály van, soha ne nyomd meg a fagombot, mert az a piros csatlósa. Ha az életed múlik rajta, akkor se tedd meg. Gomb mint szereplő, mintha láttam volna már ilyet. Végül indítás, indulj el a Diorit alagút fele, de vigyázz, Mr. Piros mindenhol szabotálni fog téged. Induljunk el a Diorit alagútban, amiben azért Diorit is van. Egy fontos botlódrót, ami végre kikerülhetetlen, spawnpointot aktivál, utána egy átugorhatatlan lyuk, az alján láva, de van az alján egy gomb, ami megment. Utána újabb botlódrót, ne higgy neki, hazú, feltölted az egyik parancsblokkomat, hogy megtévezd őt, ebből is látszik, hogy milyen ravasz vagy. Kicsivel arrébb! Egy újabb botlódrót, teleport, szöveg, Mr. Red próbálkozik, hidd el, én vagyok a jó, bár tudom, most eléggé zavarodott vagy, kövesd az igazak útját. Ajaj. Rozon itt arra gondolt, hogy most nem tudjuk eldönteni, hogy ki a jó, ki a rossz, kire lehet hallgatni, kire nem, de nem így van. Nem volt semmi arra utaló jel, hogy Mr. Green valójában átver, nem is olyan jó, vagy ilyesmi, semmi. Esetleg, ha csak nem az, hogy milyen béna pályát épített. Az egyetlen dolog, ami összezavar, hogy a szöveg, ami azt írja, hogy nekem most össze kéne zavarodnom. A kanyar után faggomb, természetesen nem nyomtam meg, hiszen az volt a szabály, hogy ne nyomjam meg, viszont utána barrier volt, szóval muszáj volt. Mr. Red beszél, sajnálom, hogy ekkora bajba kerültél miattam. Gondolom nem vagy kíváncsi a sajnálkozásomra. Menj tovább a lapis blokkon keresztül, ott megtalálhatod az igazi kezdőszobát, és választ nyerhetsz minden kérdésedre. És most már tényleg tovább enged, de szigorúan csak a lapis blokknál. Biztos fontos volt valamiért. Utána egy épület, ami tényleg nagyrészt dioritból van, újabb három gomb, mind fából, de hát most már úgyis mindegy. Magyarázat, épp hogy kifér a chatre, Mr. Red mondja, a pályám egy egyszerű ugrálós labirintusos küldetésekből álló kaland lett volna. Ám hatalmas baleset történt, sajnos nem volt elég pénzem, így kénytelen voltam letölteni egy kalóz verziót a Minecraftból. De telepítés közben felkerült egy másik program is. Míg megépítettem a pályát, ő a háttérben bújt el. Mikor kész lettem vele, megjelent egy üzenet, melyet egy Mr. Green nevű tag írt nekem. A szöveg lényege az volt, hogy Mr. Green megmondta, hogy minden kalandpályán a zöld szín jelenti a jó fiút, a piros pedig a rosszat.
ezért átírta a játék kódjait, így én pirosan tudok csak írni, majd feltölte a parancsblokkjaimat. Én csak vártam és vártam hosszú időn át, hogy megjelenjen egy hős, ki legyegőzi Mr. Green-t. Utána legyegőzés, a megállításán sokat gondolkoztam, de csak egy megoldás van. Közben effektek vannak körülöttünk, meg a pálya is megváltozik, ami nagyon látványos meg minden, csak az a baj, hogy túl sok szöveg tartozik hozzá. Tehát vagy előbb megnézem az effekteket, de fogalma sincs, hogy mi történik, vagy előbb végigolvasom a szöveget, és akkor értem, hogy mi történt, de akkor lemaradok a látványról, szóval mindenképpen elcsúszunk. A pálya valamelyik részén megtalálható Mr. Green központi egysége, azaz az agya, mellyel tudja kontrollálni a parancsblokkokat, stb. Az agyat én megkeresem, és szóló, valami baj van, a vírus megtámadott, gyorsan nyom meg a harmadik gombot, és menekülj. A harmadik gomb teleportál és szöveget ír ki, Mr. Green mondja, haha, ilyen könnyen nem menekülsz előlem, soha nem fogsz kijutni innen. Ez nem csak a jóság elleni gyűlöletemről szól, ennél sokkal mélyebb a haragom. Aztán megint Mr. Green beszél, nem értem miért van így felosztva, mintha lenne egy másik karakter, akit szintén Mr. Greennek hívnak. Gyerünk, menekülj, sosa nem fogsz legyegőzni és szabotálni ördögi tervemet. Aztán jön egy rakás ajtó, majd egy teleport, zuhanás, újabb teleport. Ha-ha-ha-ha! Majd egy látnok beszél, segítséget nyújtok neked Mr. Green legyegőzése érdekében, ám a választ nem mondhatom meg. Ezt neked kell megfejtened. Ebben a házban megleheted a szükséges információkat. Nincs leírva sehova, de azért rá lehet jönni, egy mondatot kell összerakni, ami szét van darabolva. A darabok meg vannak sorszámozva, ami nagy segítség a keresésben. Tetszik ez a rejtvény? Nem nagyon nehéz, nem nagyon könnyű, csak egy kicsit kell odafigyelni és rájön az ember. Ami viszont nagyon nem tetszik, hogy átvert a látnok, azt írta, hogy a házban kell összeraknunk, valójában az egyik kívül van a ház falán, ejnye. Simán gondolhatnám azt, hogy át akar verni. A részletek, az ötödiket kivéve, tárgyakra vannak ráírva, amik el vannak rejtve a háznak a különböző részein, úgyhogy egy kis keresgélős játék. A megoldás így hangzik, a pendrive a börtönben van. Bár még nem tudjuk, mire jó ez, de biztosan meg kell szerezni. Hatalmas szerencs, hogy a következő gomb egészen véletlenül pont a börtönbe teleportál minket. Végre felkeltél, kiszabadítalak, nyugi. Várj, mi? Mr. Green feltörte a csetet és ki fog engem tiltani. Mindennek vége, mondja Mr. Red. Aztán egy segítség, ne feledd, a feladatod az, hogy megtaláld a pendrive-ot. Nehéz elfelejteni, hiszen eddig szó sem volt arról, hogy találjam meg. A börtönben 4 cella van és mindegyik tele van tárgytárolókkal. Fú, megőszül az ember, mire megtalálja ezt az egy darab pendrive-ot. A házban még jó volt, mert nem volt sok tároló, és inkább trükkösen voltak ellenfél a tárgyak. Itt viszont rengeteg van, őszülésig lehet keresgélni. Szerencsére nem kell végig szenvednem ezt a részt, más megtette helyettem. Valahol itt lesz. Valami azt súgja, hogy itt lesz a pendrive. Hamis pendrive. Fordulatszagot érzek. Mr. Green, tudtam, hogy meg fogod keresni a pendrive-ot, bár nem tudom honnan tudtad, hogy ide rejtettem, de mindegy is, hisz hamarabb elvettem előled. Na álljunk meg egy szóra. Tehát ez a zseniális gonosztevő ugyanoda zárt be engem, mint ahova a fegyvert rejtette, amivel őt le lehet győzni. Oké, nem azt mondom, hogy ez egy halálkomoly pálya, tehát értem én a poént, de ha Mr. Green ennyire hülye, akkor Mr. Red mennyire lehet hülye, hogy nem tudja őt legyőzni? Menjünk tovább, ne szomorkodj, adok neked egy semmit sem érő pendrive-ot, így legalább nem unatkozol halálodig, az igazit pedig már el is pusztítottam, hogy még véletlenül se legyen a tiéd. Ha-ha-ha-ha. Aztán segítség, a hamis pendrive-ot felhasználhatod, de csak egyszer. Mr. Green annyira semmit sem érő pendrive-ot adott, hogy konkrétan azzal tudok kiszabadulni a börtönből. Emberek hatalmas, most jön a kedvenc részem, itt az ajtó előtt van egy botlódrót, ez átrak engem túlélőbe, hogy le tudjam rakni a kar. Hát, szegény azon nem tudja, hogy kell megírni a kódot és megoldott, egyébként nagyon kreatív. Az ajtó túloldán egyébként visszavett kalandba, tehát okos, de segítek, tessék, itt a kód, ez egy olyan kar, amit gyakrúra lehet lerakni. Mr. Green, most már láthatod saját szemeddel, hogy mi az én ördögi tervem? El fogom pusztítani az egész Minecraftot. És erre mi a kaktuszba kellett volna rájönnöm? Nyugodtan írja meg, aki erre a következtetése jutott, nem tudom, mit értettem félre.
Ebben senki és semmi sem állíthat meg. Aztán a látnok, meg kell találnod ebben a pusztuló városban a pendrive-hoz szükséges alapanyagokat. A vírus írtót én majd rárakom. Aha, szóval ezért kell a pendrive. Az alapanyagokat bele kell tenned a fáknál lévő masinákba. Így néz ki a kis lerombolt városka. Először nem tudtam, hogy mit kell keresni, úgyhogy mindent kipakoltam. Aztán megtaláltam azokat a masinákat, és rajtuk volt, hogy bot meg zúzott kő. Igazából nem húzom az időt. Az egyik itt volt, a másik pedig itt volt. Kicsit sok már ez a keresgélősdi. Megkapjuk a pendrive-ot, kinyílik a lyuk, fuss, amilyen gyorsan csak tudsz, be kell jutnod a vírus agyába. Meggyengültem, többet nem tudok segíteni, magadra vagy utalva. Hogyan lehet fáradni egy kis vírusírtomásolásba? Aztán megint Mr. Green, nem állíthatsz meg, pár percen belül feltöröm a játék forráskódját, és kitörlöm az összes adatot, így eltörlöm a Minecraftot a világ színéről, ha. Kicsivel arrébb! Egy nagy vörös barlangba érünk, a közepén van egy fekete valami, igen, az az agy. Itt egy kicsit ugrabugrálni kell, nem sok, tényleg 2-3 ugrás az egész, viszont azoknál egy blokkról kell sprintelve ugrani, ami nem mindenkinek megy. Nem magamra gondoltam, leestem párszor, de azért megcsináltam. A tetején van egy lyuk, odalent pedig egy ocsmányság, mondjuk ez még mindig csinosabb, mint Kopci skinje, mondjuk használhatná is ezt. A testébe az van írva, ebbe tedd a pendrive-ot, bele is rakjuk. Teleport, nem, ezt nem teheted, ezt még nagyon meg fogod bánni. Egy fura alakú teremben vagyunk, az egyik oldalon egy gomb, amit ha megnyomunk, lerak egy másikat, itt megcsinálta, a pálya többi részén nem, érti a krakadilla rozon logikáját. Mr. Red, köszönöm, nem tudom hogyan csináltad, de sikerült. Nagyon hálás vagyok, remélhetőleg Mr. Green örökre eltűnt. Végre újraépíthetem a kalandpályámat, bizonyára rájöttél, hogy én a vírus által ellepett pályakészítője vagyok. Miért ez egy rejtély volt? Konkrétan le volt írva, hogy ő telepítette fel a vírust, mikor pályát akart csinálni? Oké, még egyszer köszönöm, hogy megmentetted a Minecraftot. A másik gomb az emeletre teleportál, újabb két gomb. Köszönöm, hogy végigjátszottad a kalandpályám. A bónusz tartalmakat a mögötted lévő helységekben válthatod be. Ha szeretnél látni tőlem néhány videót, kattints a YouTube szóra. Aztán egy köszönet. Köszönöm a tesztelőnek, Kuliznak... Nem nevet. Hogy szánt időt a pálya többszöri ellenőrzésére. Köszönöm neked, hogy szántál időt a pályára, és még a Minecraft készítőinek is megköszönni a játékot. Sajnos én sem a hiper-szuper gyűjthető tárgyat, sem pedig a multi-szuper gyűjthető cuccot nem találtam meg. Viszont én kíváncsi természet vagyok, úgyhogy betöltöttem újra a pályát, alaposan végignéztem, minden kis apró zugba belenéztem, hogy megtaláljam ezeket az elrejtett tárgyakat. Esküszöm, hogy nem csaltam, a petafészkemre esküszöm. Előzetesek, a pályának nagy valószínűséggel lesz folytatása, melyben kiderülhet a látnok kiléte, hát már vakarom a falat, sajnos nem tett elég érdekessé ezt a látnokot, időnként így mondott valamit, de valahogy úgy nem izgatott fel, de ha tippelnem kéne, akkor Obi-Wan Kenobi apja az. Érdekességek, a pályás szentestén véglegesítettem, a pályán eredetileg 4 elrejtett tárgy lett volna, ám ebből csak 2 valósult meg. A pályához az ihletet a Szivacs nevű pályák adták. Nem kopi, utalás. Már csak a mérleg maradt hátra, tetszett ez a pálya a pályában, stílus, ötletes volt, érdekes. Aztán volt egy-kettő poén, de azt hiszem mondhatjuk, hogy az egész hangulata humorosabb volt, szerintem egész el volt találva. Aztán amit kiemelnék, még a mondatépítős feladat, az is tetszett. Ami nem tetszett, hát oké, hogy poénos a pálya, de talán már túl buta volt egy kicsit a főgonosz. Túl sok volt a teleport, tényleg pár másodpercénként elrángattak valahová, így nem éreztem azt, hogy én vagyok itt az úr, én most itt rendet rakok, hiszen pár másodperc múlva már megint teljesen máshol voltam. Aztán túl sok volt ez a keresgélős feladat, először még jó volt, de aztán kiderült, hogy csak ilyen van a pályán, úgyhogy elég volt belőle. Szóval ez volt a vírus, a kézikönyv óvjon.